Tiffany üveg névadója Louis Comfort Tiffany, aki egy részfóliás technikával készített ólomüveget. Amerikai belső építész volt, akit különösen érdekelt az ólomüvegezés természete. Mivel nem talált az elképzeléséhez illő üveget, ezért saját üvegöntőműhelyt tartott fenn. Forradalmi újításokat vezetett be, mint az üveggyártásba, mint az ablaküvegkészítés technológiájába. Ennek a technológiának köszönhetően megszűnhetett az ólomüveg korábbi egyházi kizárólagossága, és a 19. század végétől már a középületekben is egyre gyakrabban alkalmazták a színes üvegablakokat. A 20. századra az ólomüveg épp olyan gyakran használt eljárás lett az építészetben, mint a falfestés vagy a szobrászat. Az igazi áttörésre azonban a 20. század végéig kellett várni, hogy az egyedi lakberendezésekben, a magánházakban, a lakásokban, a díszítésben egyre nagyobb szerephez juthasson. A Tiffany üveg a családi házak nyilászáróinak kedvelt díszítő eleme lett, de a belső dizájn előkelő vételéhez is tökéletes, mivel a Tiffany üvegből készült bútorbetétek segítenek egyedi stílusúvá tenni a tömeggyártott berendezési tárgyakat. Dubai Károly bátaszéken élő üvegműves, aki számtalan helyen dolgozott ezzel a technikával. Ő csinálta például a környéken a Siógárdi templom és a szekszárdi felsővárosi kápolna üvegezését is. A régi templomok üvegeit azt szigorúan házszalagos ólomüveggel készítették. Ma én úgy gondolom, akik ügyesen forrasztanak, ma erősebb alapanyagot kapunk, hogyha a Tiffany technikával rakunk össze üveget. Én azt különböző technikával nagyon-nagyon meg tudtam erősíteni, acélbetétes közöket hagytam forrasztásokhoz, és egészen elképesztő erős ólomüveg táblákat kaptam az eredetiekhez képest. Találkoztam régi restauráció során olyan ólomszalaggal is, ami az idők folyamán annyira oxidálódott, hogy képtelenség volt rajta minden nevű javítást elvégezni. Tehát annyira szivacsossá vált, kihullottak belőle, úgymond ki, gondolom ezek a mai légköri viszonyok, és hát az idő vasfoga annyira patinássá tette, hogy bármilyen felületkezeléssel próbálkoztunk, vagy a képtelenség volt forrasztani. A szocializmus puritánizlés világa és az egyházzal szembeni gondolkodása nem engedett teret a templomokban alkalmazott üvegtechnika népszerűsödésének elterjedésében. A rendszerváltás nem csak a gazdaságot, de a gondolkodást és ezzel együtt az ízlésvilágot is átformálta. Ez azt is jelentette, hogy az üvegművesség a templomokban látott technikát átemelte a lakóházak belső és külső építészetébe, és teret engedett többek között a Tiffanynak is. Az elmúlt időszak építészetében, a kommunista időszakban ez nem volt jellemző, hogy ólomüveggel dekoráltak volna épületeket. Amikor a rendszerváltás jött, akkor azért megigényelték az emberek tehetősebbik tagjai, hogy bekerüljön az építészetbe az üvegnek ez a formája, az üveg megmunkálásnak ez a formája. És volt egy időszak, amikor ez elég rendesen fellendült. Én többnyire inkább bútorokat dekoráltam, bútorüvegeket ólomüveggel, de előfordult díszesebb bejárati ajtókészítés, illetőleg az idők folyamán lepusztult templomi ólomüvegnek a restaurációja is előtérbe került. A Tiffany megítélése nem egységes. Sokan tartják gicsesnek, de legalább annyian rajonganak érte. Lényegében pont attól fogva, hogy nem volt a mindennapjaink része az ólomüveg használata, az építőipari szférának a szegmenséből abszolút kiesett ez a terület. Ugye a 40 év alatt nem nagyon volt arra gyakorlat, hogy valaki is készített volna új épületekben, nem készített, tudomásom szerint szinte senki ólomüveget. Egyházi körök bizonyára azért valamilyen szinten ezt kezelték a maguk lehetőségei szerint, de képzés sem
volt az ólomüveg készítésre, tudomásom szerint, vagy ha volt is, nagyon-nagyon minimális jelentősége volt ennek. A grafikai igény szintje, a színvilága, mindenképpen tisztába kell legyen az alkotó mindezekkel. De hát ugye mi, akik ezt műveljük, nagyon kevés alkalom van arra, hogy önállóan végezzünk formákat, mert többnyire a megrendelő már kész tervvel jön, tehát gyakorlatilag nekünk inkább arra kellett összpontosítani, ha valaki talált, hogy esetleg magának készített, vagy készítetett formát, színvilágot erre a termékre, akkor a kész tervet kellett megvalósítanunk. Volt rá példa, amikor tudtam befolyásolni az ügyfelet, hiszen azért az én üvegipari kapcsolatom, üvegipari múltam azért adott már arra lehetőséget, hogy nagyobb rálátásom legyen a végterméknek, a végső küllemének a miben létére, és ez azért volt, amikor sikeresen sült el, ha beleszólhattam egy-egy színbe, korrigáljuk. Esetleg volt olyan, amikor formali világot is teljesen át kellett rajzolnunk. Divatirányzatok jönnek-mennek, és a Tiffany is sokat vesztett népszerűségéből. Tömegigényt egészen biztosan nem elégít már ki, de persze, aki beleszeretett a színes üvegek csillogásába, mindig talál magának egy lámpát vagy egy ajtót, ahol gyönyört köthet a stílus elemeibe. A templomok üvegezése pedig még sok-sok évtizeden keresztül megtartja a technikát a látogatók gyönyörűségére.